Koszorúzással kezdődött a Vármegyeházán tartott György napi megemlékezés, amely során Besenyei György mellszobránál helyeztek el virágokat. Seszták Oszkár vármegyei elnök és Baracsi Endre vármegyei alelnök mellett a Besenyei Társaság és más intézmények vezetői is fejet hajtottak a magyar felvilágosodás atyja előtt. Több évtizede ünnepeljük itt a Besenyei György nagyteremben, amely nem véletlenül lett Besenyei Györgyről elnevezve, György napi ünnepséget. Talán a névadástól kezdve folyamatosan minden évben, kivéve persze a pandémia idejét, hiszen a Besenyei György Társaság a Szabolcs vármegye legrégebbi közművelődési célú egyesülete. A 19. század végén alakult, és a rendszerváltás környékén újra felvették a fonalat néhány lelkes irodalmár, közművelődési szakember, közművelődésben elkötelezett ember, és azóta is folyamatosan működtetik a társaságot. Rendben kiadják éves füzeteiket, kiadványokat szerkesztenek Besenyei Györgyhöz elsősorban, de más egyéb rendezvényeket is, ami a megyei irodalmi életéhez kapcsolódik. Kürner Éva, a Besenyei Társaság elnöke azt mondta, a diákok számára idén meghirdetett pályázatukban a Petőfi évre, a himnusz megírásának és Madách Imre születésének 200. évfordulójára is igyekeztek felhívni a diákok figyelmét. Eszét írtak a pályázók, bár el kell mondjam, hogy az előző évek tapasztalata alapján meghirdettünk egy vizuális kategóriát is, és hát sajnos most nem érkezett ilyen pályamű, de megint csak visszautalva az előző besenyei pályázatra, ott viszont nagyon-nagyon ügyes telefonnal készített vers illusztráció született, úgyhogy hát bíztatom majd a fiatalokat, hogy a jövőben, mert hát nyilvánvalóan szeretnénk újabb pályázatokat is kiírni, a jövőben fogják meg bátran a telefont, mert azzal is lehet nagyon szép alkotásokat készíteni. Kürner Éva hozzátette, annak ellenére, hogy az Egyesület jelenleg is számos tagot számlál, és a rendezvényeiket nagy érdeklődés övezi, folyamatosan várják a tagok jelentkezését nem csak Nyíregyházáról, de az egész vármegyéből. Az esemény közönsége a Petőfiről és Kölcseiről szóló irodalomtörténeti előadások mellett a Muzsika Zeneiskola gitáros növendékeinek produkcióit is meghallgathatta.